párt irányítja most az ország leggazdagabb kerületét, így alakult Magyarország. Minek köszönhető szerinted ott a győzelem a 12. kerületben részletekről? Hát nem nagyon volt ellenzék, amúgy így rajtunk kívül. Szerintem ott az elmúlt 4-5 évben sikerült azért megirogattunk, hogy miket csinálnak a pokorniék. Illetve, hogy miket nem, mert nem csak az volt a gond, amiket csinálnak, hanem hogy ott így megállt az idő valamilyen szinten, tehát így a részvételiség, vagy a közösségélet, vagy az önkéntesség bevonása. Nem nagyon csináltak mostában semmit. Más volt nálunk a Fidesz, tehát nálunk nem ez a nem migráns osztak, meg nem LMBTQ. Emberarcú volt? Propaganda. Hát persze a tanár úr olyan emberarcú volt, csak évente eltűnt 2 milliárd forint valahova. Önben van már elmény? Hát mi nyertünk a 12 kertben, amúgy nem tudom. Tényleg? És az LP-ről van esetleg bármilyen eredmény? Én lemerültem. 3,3. Szar, 3,4. Nem, 3,4, bocs. 3,4. Nem. De ez az élő, vagy van esetleg ez a végleges? Ez nem a végleges. Ami részletben. De úgy tűnik, hogy most két főt delegálhattok a fővárosi közgyűlésbe. Igen, szomorú, ez kevés sajnos. Tényleg őszintén nem látom, miért szavazott minden egyik budapesti olyan emberekre, akikről soha nem hallott és nem tudja, hogy mit csinál, ugye a Tisza párt keretein belül. Reméljük normális emberek is lehet velük majd ott együtt dolgozni. Én ott őszintén jobbra számítottam a budapesti listánál egyébként, tehát ez a 7%, amikor még láttam, az nem egy nagy szám, tehát ez kevés. A többi viszont tök jó, tehát ilyen meglepően jól szerepeltek, ilyen csomóan ilyen 15-20% között. Az első kerületben például. Igen, vagy akár Szegeden, vagy Zuglóban, meg Újpesten. Egy képe tényleg, így hármunkat. De jól jártál! Jó! Nézzek így! Hogy? Mosolyogjatok! Ingyen sör! Ebben a közgyűlésben így ennyi fővel milyen munkára, vagy milyen... Mire számítotok, mennyire lehet érdemi hatásotok a közgyűlésre, Budapest sorsára? Az, hogy nem tudom, hogy ki pontosan mennyi helyet nyert, én feltételezem, hogy nélkülünk is megvan a többség, nem tudom hogyan, és nem tudom, hogy a Tisza akar-e a DK-s listával együtt, vagy a Vitéziek kivel akarnak, szóval... Hát te Vitézi Dávidra szavaztál, szóval elvileg szövetségesek lehetnétek a közgyűlésben is, vagy ez nem összefüggő? De hát az nem többség. Én azt gondolom, hogy mind a Vitéziékkel, talán még ezzel a DK-szoci koalícióval is tudunk együtt dolgozni. Tiszáról már nem tudok neked mit mondani, mert nem tudom, kik ezek az emberek. Senki nem tudja. De, és senki nem tudja, és így szavazott rá minden negyedik ember, ez gratulálok mindenkinek. Ez van, ilyen az ellenzék, ilyen a Fidesz, és ilyen sok ember már bárkire leszavazott nagyon nagy örömmel. És igazából az látszott szerintem az elmúlt 3 hónapban, hogy a kormánytól független sajtó végtelenül boldog lett attól, hogy van még annyi ereje, hogy fel tud építeni egy új szereplőt. De úgy gondolt, hogy a sajtó építette fel a Tiszapártot? Igen, amikor a Magyar Péterék még sehol nem voltak, és kb. Egy hónapja lehetett hallani róla, akkor rákerestünk, és több cikk volt Magyar Péterről a Telexen, mint a Kutyapártról valaha. Igen, a Tiszapártot a magyar sajtó építette fel, a Fidesztől független sajtó. Remélem nem egy olyan lóra tettek, ami aztán majd dugdosni kell, meg szégyenkezni miatta. De bocsáss meg a felépítést, azt hogy érted? Mert ugye azért Magyar Péter nagyon aktív volt, tehát ezek hírértékű események voltak. Most már igen, de az első másfél hónapban semmi hírértékűt nem csinált. Talán 2-szer lehetett volna hír Magyar Péter. Ehhez képest minden újság, minden címlapján. Magyar Péter majdnem posztolt valamit. Magyar Péter kommentelt, hogy olyan újságok, akik rólunk azt nem írták meg, hogy mondjuk 250 millió forintot megpályáztattunk kampánypénzből. Erről nem volt egy cikk. Az hír volt, hogy Magyar Péter kommentelt. És lángos levet. Tehát ez a magyar sajtó, de ezt én nem mondom egy hibának, én tök látom. Én nyilván sok ellenzéki újságíróval beszéltem az elmúlt évek során. Láttam bennük azt a teljesen érthető Fidesz utálatot, amit különösen egy politikai újságírónál nyilván ez elég akut. Ezért utáltak minket.
Tehát a kutya pártközellenség volt a 444-nél, a Telexnél, mindenhol, mert nem fogott össze a DK-val meg az MSZP-vel. Tehát ezeknek az volt a fontos, hogy legyen bárki, aki a Fidesz leváltja, és mondjuk nem náci, nem tudom mit mondani. De mondjuk, bocsánat, a Tisza pártot alkalmasnak tartod, ugye az eredményei alapján azért nem úgy néz ki, hogy leváltja a Fidesz jelenleg. Én akkor tudok bárkit alkalmasnak tartani bármire, ha láttam, hogy mit csinált. Magyar Péterről én nem tudok mai napig véleményt formálni, mert nem tudom, hogy mi az, amit ő csinál, vagy csinálna. És például rád szavazott. Tök cuki, de hogy mindenki ránk szavazott a 12 kerületet, nem nagy szám. Én nem tudok róla se jót, se rosszat mondani, ez nyilván a következő évek. Meglátjuk, mit csinálnak a BP közgyűlésbe, meglátjuk, mit csinálnak az EP-be, mindegy, mert úgy sem csinálják nagyon semmit. Mármint, ami a Magyarországot ugye érdemben érinteni, azzal nem tudom, 5-6 képviselővel, vagy nem tudom, 7-tel, nem tudom mennyivel. A BP közgyűlésben ott látszódni fog, hogy milyen embereket tudtak kitalálni. Én nem tartom szerencsésnek egyébként, ha valaki 2 hónap alatt épít fel egy pártot, mert ugye pont ez a nehéz. Tehát az tök jó, hogy van egy karizmatikus faszi. Egy párt az sok száz ember, aki abban részt vesz, képviseli, dolgozik. Ezt még nem látjuk, ezt egy év múlva nagyon szívesen elmondom, hogy jó vagy rossz eredményem van Magyar Péterről. Nem tudom most megmondani neked, mert nem tudom, hogy mit fognak csinálni.